Aláírás gyűjtöttek. Az akkumulátorgyárak ellen kampányol az LMP. Felavatták. Megújult a Széchenyi Technikum. Aszfaltoznak. Látványos szakaszához ért a Kosztolányi utca kétirányosítása. Ez az a Legerszegi Televízió híradója. Jó estét kívánok, Há Horváth Gyula vagyok. 2023. július 6-a csütörtök van, lássuk a legfrissebb helyi híreket. Országos kampányt indított a kínai akkumulátorgyárak telepítése ellen a Lehet más a politika. Az aláírásokat az Zalaegerszegen ma a dísztéren gyűjtötték. A párt előjárói a kezdeményezésről a helyszínen tájékoztattak. Amint Kanász Nagy Máté, az LMP frakció vezető helyettese fogalmazott, a kormány kiárusítja az országot. Állítását azzal indokolta, hogy az üzemek telepítéséről a helyiek beleegyezése nélkül döntenek. Ezért, mint mondta, egyetlen település sincs biztonságban. Ezt meg kell állítani. Itt arról van szó, hogy folyamatosan jelentenek be újabb és újabb beruházásokat, és azt gondoljuk, hogy Zalaegerszeg, illetve Zala megye sincsen biztonságban az akkumulátorgyáraktól. Szijjártó Péter külügyminiszter gyakorlatilag két hetente repül Kínába, tárgyal a kínai befektetőkkel, és hoz haza folyamatosan újabb és újabb beruházásokat. És Orbán Viktor miniszterelnök a parlamentben az LMP kérdésére, az én kérdésemre is megerősítette, hogy további nagyon sok akkumulátorgyár beruházást szeretnének megvalósítani Magyarországon. Paksi Zoltán szerint egy újabb összeszerelő üzem Zalaegerszegre kerülése szembe menne a helyi érdekekkel. Hozzátette, a nemzetközi gyárak árnyoldala már érződik a zalai vármegye székhelyen. Nagyon sok vendégmunkás dolgozik már, ukránok, illetve ázsiaiak, ugyanis ők minimál béren dolgoznak, és ezáltal a magyar dolgozók bére sem emelkedik, hiszen a vendégmunkások olcsó bérért dolgoznak, a gyár nincs arra rászorulva, hogy emelje a munkabéreket. Tehát ezért a munkabérek nem fognak emelkedni. A másik következmény az, hogy kivesznek minden albéletet, Zalaegerszegen ma már nem lehet albérethez jutni, vagy csak nagyon-nagyon magas áron. Ugyanakkor hasznuk nincsen, hiszen a pénzt nem helyben költik el, kiviszik, hazaviszik külföldre, és így a helyi gazdaságnak sincs ebből semmilyen hatása. A Lehet más a politika ezért népszavazást kezdeményezett, illetve országszerte tüntetéseket és petíciógyűjtést szervez. Standjuknál tájékoztató füzet ismerteti az akkumulátorgyártás veszélyeit. A politikusok hozzátették, a támogatók szignóját online is várják. Felavatták a 686 millió forintból megújult Széchenyi István Technikumot. Az intézmény teljes energetikai felújításon esett át, új szigetelést kapott a tető és a homlokzat, korszerűsítették a fűtési rendszert és kicserélték a nyílászárókat. A modernizálás már az idei télen éreztette jótékony hatását. Az iskola fűtési számlája 30%-kal volt kevesebb, mint korábban, tájékoztatott Szabó Károly, az Zalaegerszegi Szakképzési Centrum kancellárja. Ez az iskola megérdemli azt, ezt a felújítást, ugyanis az elmúlt években az iskolának a tanuló létszáma jelentősen nőtt. Azaz a 9. évfolyamon is mindegy kétszeresét tudjuk fölvenni a korábbi évekhez viszonyítva a tanulóknak, illetve a lemorzsolódást az oktatók, illetve az iskola vezetésnek a közreműködésével 3% alá csökkentettük. A KEHOP program támogatásával megvalósított beruházás része annak a polgármesteri programnak, melyet 2014-ben hirdetett meg Balaid Zoltán. Az eltelt közel 10 év alatt szinte valamennyi oktatási-nevelési intézmény megújult a városban. Azt hiszem, hogy innen visszanézve büszkeséggel tudjuk elmondani, hogy nagyon jól haladt és nagyon jól áll ez a program, hiszen akár, hogyha itt körbenézek most a Landorhegyi városrészben, akkor nem csak a Széchenyi István Technikum 686 millió forintért értékű felújítása valósult meg, hanem a szemközti oldalon már készen van a Landorhegyi általános iskolának a felújítása is, elkészült a Landorhegyi óvoda felújítása is, a Kodály utcai óvoda felújítása is, és közben zajlik a szomszédos utcában a Deák Ferenc Technikum felújítása, másik oldalról pedig az Rinyi Miklós Gimnázium felújítása. Jó irányba halad a szakképzés korszerűsítése, erről már Hankó Balázs innovációért és szakképzésért felelős államtitkár beszélt az ünnepségen. A politikus kiemelte, a 2019-ben elindított reformnak köszönhetően egyre többen tanulnak ma technikumokban. Irány jó, azt mutatják az eredmények, mert ma
az általános iskolát követően legtöbben a technikumot választják. Mert ma a technikumból egyre könnyebb és egyre többen jutnak be a felsőoktatásba. Az idei felvételi jelentkezéseknél is 76%-kal nőtt a technikumból a felsőoktatásba jelentkezők száma. És mit mondanak mindenről a tanulók? Négyest adnak a szakképzőiskoláknak abban, hogy olyat tanulok, amire a munkám során szükség lesz, és a végzésnél is azt mondják, hogy jó szakképzőiskolát választottak. A Széchenyi István Technikum nevét már a világszerte ismerik, diákjaik hazai és nemzetközi versenyeken remekelnek. Épületgépész szakmában az intézmény tanulója képviseli hazánkat jövőre a franciaországi világbajnokságon. Látványos szakaszához érkezett a Kosztolányi Dezső utca kétirányúsítását célzó projekt. Jövő héten aszfaltburkolat kerül a mintegy 1350 méteres szakasz felületére, ami forgalom korlátozással jár. Mindenről a Kosztolányi Békeligeti utcák csomópontjában tartott sajtótájékoztatón számoltak be. A beruházás lassan a végéhez közeledik. A közműépítési munkálatok hamarosan befejeződnek a Kosztolányi utca, Hunyadi utca és Balatoni út közötti szakaszán. A kivitelező már a szegélyezéssel is végzett, így kialakult a pályaszerkezet. Ezért elindulhatnak a már várt aszfaltozási munkálatok, és minden előrejelzés szerint a jövő héten jó idő lesz, ami alkalmas arra, hogy az aszfaltrétegeket beépítsék. Ezért hétfőn elindulnak a gépláncok, és hétfőked szerdán a kötőrétegek, a maradék kötőrétegek behúzásával kezdenek. Ez alatt az idő alatt mind a gépkocsi közlekedés is biztosított, mind a buszos közlekedés is, viszont nyilván lesznek fennakadások, hiszen óriási gépláncok fognak dolgozni ezen a helyszínen, ezért kérjük a lakosság türelmét, illetve ha tehetik, akkor ne ezt az útszakaszt használják a városi közlekedésben, viszont csütörtök és pénteken, tehát jövő hét csütörtök és pénteken, teljes zár lesz a Hunyadi utca és a Balaton utca között. A kivitelező ekkor építi be a kopóréteget az útpályába. Július 13-án és 14-én a gépkocsik nem használhatják ezt a szakaszt, ám a buszok a megszokott rend szerint járnak. A projekt megvalósításának ez a része körültekintő szervezést igényel, ami a kivitelezőknek is nagy szakmai kihívást jelent. Elérkezünk egy olyan mérföldkőhöz, hogy most már látványos lesz az eddigi munkavégzés, hiszen elkezdődik az aszfaltozás a teljes hosszon, 1350 méter hosszon kezdődik az aszfaltozás. Egyrészt ugye két rétegből áll, szakmailag egy kötőréteg hívják az alsó réteget, és egy felület, egy kopórréteg, és tulajdonképpen ez a teljes hetet igénybe veszi ez a feladat. Az itt élőket és itt dolgozókat e-mailben és brossúrákkal tájékoztatják a változásokról. A mintegy 1,7 milliárd forint összköltségvetésű projekt a tervek szerint szeptember végére készül el. Addig is kérik és köszönik a közlekedők türelmét és megértését. Innováció a gyakorlatban címmel szervezett pódiumbeszélgetést azzal a Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Klubja. A program előadói olyan szakemberek voltak, akik a maguk területén eredményes innovátoroknak számítanak. A Zalaegerszeg térségében 2021-ben megvalósult innovatív beruházások, a Zalazón, a tesztpálya és a hozzájuk kapcsolódó vállalkozások alapot teremtettek arra, hogy a Kamara 28 taggal létrehozza az innovációs klubot. Az egyes találkozók megszervezése során azt tartják szem előtt, hogy annak témái kövessék a trendeket és igazodjanak a vállalkozások igényeihez. Nagyon fontos, hogy mindig törekszünk arra, hogy nagyon jó előadókat hozhassunk. Ez a mostani rendezvényen is sikerült. Emiatt az ő tapasztalataik megosztása, esetleges új kapcsolatépítés, ez mindig beépíthető az érdeklődők számára a saját vállalkozásaik működésébe. A szakemberek a digitális transformáció, a jövőbiztos technológia, a zöld energia, az elektromobilitás és fémmegmunkálás területeit érintve osztották meg a jelenlévőkkel az elért eredményeiket. Nagyon fontos, hogy egy vállalkozás folyamatosan fejlessze egyrészt a technológiáját, másrészt a munkaerejét. Ha most visszagondolunk az elmúlt évekre, a járványügyi korlátozásokra, ott is nagyon sok innováció volt, akár a munkaerő területén. Az atipikus foglalkoztatások előtérbe kerültek, például, hogy a
az otthoni munkavégzést, hogyha veszük, nagyon sok kicsi és nagy cég is ebbe az irányba tudott mozdulni. És a digitalizáció szintén egy ilyen volt, akár az oktatásban, tehát elkerülhetetlen, hogy fejlesztenek és innovációs folyamatokat hozzanak létre. A tervek szerint ősztől a Kamarai Innovációs Klubot havi rendszerességgel fogják megszervezni. A soron következő találkozó témája a mesterséges intelligencia kérdésköre lesz. 50 új fával gyarapodott Zalaegerszeg. A csemetéket kárpátaljai és magyar gyerekek közösen ültették el a Gébárti tó partján. A beregszászi diákok vasárnap óta táboroznak a városban. Az összetartozást szimbolizáló faültetés immár a sokadik közös programjuk a héten. A fatövér rakjátok a finom földet, ugye azért, mert hogy nehogy levegős legyen a gyökér. A fák telepítését Székely Róbert, az önkormányzat munkatársa irányította. A földbe ezúttal előnevelt konténeres csemeték kerültek. Nagy része magas kör is, ami ennek az éghajlatnak, illetve a vízi klímának az egyik legjellemzőbb fafaja. Ültetésre kerül még juhar is. Gyakorlatilag itt a gyerekeknek bemutatjuk azt, hogy hogyan kell egy ilyen fát szakszerűen elültetni. Ugye a gödör ásástól kezdve a trágyázásig, a tömörítésig és a végén vagy pedig az ültető tárgyak kialakítása a fontos cél. Jó a tövében, körbe-körbe. Szívesen ragadtak ásót és lapátot a vendégek. A közös munka jó lehetőséget kínált az zalaegerszegiek és beregszásziak közötti testvérvárosi kapcsolat erősítésére. Nem vagyunk olyanok, akik félnének a munkától, vagy valami, tehát nagyon szeretünk segíteni, és nagyon fontos számunkra, hogy mostanság nagyon sok fát vágnak ki, és nagyon fontos, hogy sok fa legyen, és ültessük, mivel ez védi meg a mi bolygónkat, és majd a továbbiakban, majd amikor visszajövünk ide Zalaegerszegre, akkor nagyon jó szívvel és lélekkel tudunk visszanézni a fákra, amiket mi ültettünk el itt. Az újabb fásítás jól illeszkedik Zalaegerszeg önkormányzatának a klímavédelem jegyében meghirdetett akciójához. Ennek célja 5 év alatt 10 000 fa elültetése. Most már 9380 elültetett fánál tartunk, és a Kárpátaljáról érkezett beregszászi delegációnak köszönhetően a két támogató egyesület, az Zalaegerszeg Barátai Egyesület, illetve az Zalaegerszegi Fiatalok Egyesülete segítségével ők is elültetnek 50 fát itt a Gébárti tó mellett. Ennek köszönhetően a programunk végső száma az most 9430-ra módosult, tehát minden reményünk megvan arra, hogy jövőre meg legyen a 10 000-es cél. Munka közben az emléktábla is megérkezett a helyszínre. Ez a telepítőknek és egyben az összetartozunk tábornak is emléket állít. Nyári pillanatok címmel nyílt kiállítás. A József Attila Városi Tagkönyvtár Megmutatom Magam című programját 154. alkalommal rendezték meg, ahol ezúttal a Landorhegyi óvodákban készült alkotásokat mutatták be. A tárlat témáját idén a nyári lette. Az űrhajós utcai óvodások a megnyitón verses műsort adtak elő arról, hogy a legkisebbek számára mit is jelent a vakáció. Nézi a vizet, forgatja a kereket, megy a hajó a Dunán, lemaradt a kapitán. Már óvodáskorban megmutatkozik, hogy egyes gyermek miben tehetséges, mihez van kedve, mit szeret szívesen csinálni. Nekünk óvónőknek az a feladatunk, hogy ezeket a tehetségígéreteket, ezeket a tehetségcsirákat észrevegyük, és minél több lehetőséget, minél több alkalmat biztosítsunk arra, hogy sikeressé, ügyessé váljanak, minden képességük a normális mederben fejlődhessen. Ehhez nagyon sok élmény szükséges. Éres görögdínyék, dolgos méhecskék és balatoni strandolás. Így képzelték el a gyerekek a számukra fontos szünidei pillanatokat. Az ovisok a rajzokat és a festményeket különböző technikákkal és eszközökkel készítették. Nagy öröm számunkra, hogy olyan nagy népszerűségnek örvend ez a rendezvénysorozat, hogy nem csak az iskolások, hanem már az óvodások is szeretnének benne megmutatkozni a nagy közönség előtt. A mai alkalommal egy kis betekintést nyerhettünk. Három tagovoda, az Űrhajós utcai, a Kodály Zoltán utcai, valamint a Landorhegy úti tagovodának a kulturális és művészeti életébe. A kicsik munkái mellett a pedagógusok alkotásait is prezentálták.
A tárlat a könyvtár nyitvatartási idejében augusztus 30-áig látogatható. Elkészítették a labdarúgó NB1 2023-24. Évi szezonjának sorsolását, miszerint az ETFC hazai pályán kezdheti a bajnokságot. Az eredeti kiírás értelmében a zalai csapat a Kisvárda ellen kezdett volna idegenben, de az Európa Konferencia Liga sorsolása miatt az ETA az első forduló pályaválasztói jogának felcserélését kérte. Ezt az ellenfél csapat elfogadta, így július 30-án vasárnap 20 órától hazai pályán fogadják a kékfehérek a Kisvárdát. A cserének köszönhetően az ETFC a második fordulóban is hazai pályán játszik, akkor az újonc MTK lesz az ellenfél. Híradónk végén lássuk a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Aláírás gyűjtöttek, az akkumulátorgyárak ellen kampányol az LMP. Felavatták. Megújult a Széchenyi Technikum. Aszfaltoznak. Látványos szakaszához ért a Kosztolányi utca két irányúsítása. Ez volt az Alaegerszegi Televízió híradója 2023. július 6-án csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb péntek este várjuk Önöket. A térség legfontosabb történéseiről addig is hírportálunkon a www.egerszegihírek.hu oldalon tájékozódhatnak. Híradónkat és a televízió műsorait a www.zegtv.hu oldalon nézhetik vissza. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket, viszontlátásra!